A vádirat szerint a férfi 2023 májusában Tiszaföldváron közterületről egy lezárt kerékpárt lopott el. Júniusban egy helyi vendéglátóhelyről a bárpulton hagyott mobiltelefont tette zsebre, majd szeptemberben egy estén két családi házba is bement, az egyik helyen az ablakot is betörte, egy seprűvel, de mindkét alkalommal észrevették a tulajdonosok, így elmenekült. A férfi 2023. szeptember 3-án ismét duplázott. Először kora délután bement egy tiszaföldvári lakóházba, ahol a tulajdonos éppen aludt, így onnan 49 000 forint értékben lopott el órákat, telefont és televíziót. A férfi ugyanezen a napon, a kora esti órákban visszament ugyanehhez a lakóházhoz, ahol ismét átmászott a kerítésen, és a be nem zárt bejárati ajtón bement, de szembe találkozott az ott élő 80 éves férfivel. A váratlan vendégekkor kétszer is arcon ütötte az idős férfit, aki az ütéstől a hűtőnek esett, majd úgy meglökte őt, hogy a földre zuhant. Amikor az idős férfi felkelt, akkor az elkövető arra utasította őt, hogy feküdjön az ágyába, amíg ő összepakolja, amit el szeretne vinni. Az idős férfi annyira megijedt ettől, hogy eleget tett a felszólításnak, így a férfi magához vett egy 30 000 forint értékű televíziót, majd azzal épp távozni készült a lakóházból, amikor a helyszínre érkező rendőrök őt tetten érték. Az ügyészség a már büntetett, különös visszaesőnek minősülő férfival szemben fegyházban letöltendő szabadságvesztés büntetése és közügyek gyakorlásától eltiltásra tett indítványt a vádiratában. Az ügyben a Kunszentmártoni járásbíróság fog dönteni. A férfi a döntés letartóztatásban várja.